Jó napot kívánok! Jakab István vagyok, a Magyarország Gyűlés alelnöke. Szeretettel köszöntöm a 2022-es Mnébrit nemzetközi konferencia résztvevőit. Megtiszteltet is számomra, hogy egy olyan szervezet konferenciáját nyithatom meg, amely jövőre ünnepli megalapításának 180. évét. Legnagyobb sajnálatunkra ismét csak a virtuális térben találkozhatunk, így nem tudom önöket személyesen körbevezetni az országházban. A Magyarországgyűlés alelnökeként nagyon büszke vagyok arra az együttműködésre, ami a Mnébrit Budapest páhollyal immáron több mint 10 éve tart. Brauer Péter elnök úrnak külön köszönet ezért az együttműködésért. Reményeink szerint jövőre, de legkésőbb 2 év múlva már személyesen találkozhatunk. Önöknek most sikeres konferenciát kívánok, reméljük a következő alkalommal már személyesen is találkozhatunk. Lehetünk? Kedves Mnébrit testvéreim! Kassáról beszélek, Kosice. Jelenlegi elnök vagyok, Tesser Tamás a nevem, és a Concordia páholynak vagyok az elnöke. Egy pár szóval szeretném ismertetni önöket, titeket, milyen nehezen éltünk a COVID-pandémia idején. Nem volt ez csak kassai specialitás, feltételezem, hogy Európa és az egész világ problémája volt. Nehéz volt kapcsolatba lépni a tagokkal, nehéz volt összehívni a gyűléseket, és nehéz volt valamilyen akciót csinálni. Pszichikailag is nagyon nehezen viseltük, mivel hogy nagyon sok ismerősünk beleesett ebbe a kegyetlen és nagyon rossz Covid betegségbe. Egy kollégánk volt, aki ventiláción volt, és szerencsére a professzor ismeretségével sikerült megmenteni, mert nagyon-nagyon kritikus helyzetben volt. Nagyon rosszak voltak a hírek Pozsonyból és a többi városokból, ahol a nagyon jó ismerősünk, barátunk, a Schwarz házas pár egy időben egy szobán meghaltak az infektológiai klinikán Nyitrán. Nem volt egyszerű helyzet utána sem, amikor jött az az idő, amikor oltást kellett végrehajtani. Az oltás nem ment egyszerűen csoportokba, szerencsére Kassán a sorunk között nagyon sok az orvos, sokan segítettek, és úgy szintén a kassai zsidó hitközség kollektíve rendezték az első, második, eventől a harmadik oltást is. Feltételezem, hogy erre az időre mindenkinek nagyon rosszak az emlékezetei, nagyon rosszan gondolkodik vissza, mert nagyon szerencsére a hitközség konyha, rituális konyha működött, úgyhogy ez nagy segítség volt a tagoknak, és úgy szintén a Mnébrit tagoknak is, akik oda, onnan vitték az ebédeket. És még egyszer nem kell ismételnem, hogy nehéz helyzet volt, és nagyon rossz helyzet volt. Hát talán ennyi lenne a Covid időszakból. Szerencsére megjött a vakcina, és azt lehet mondani, hogy a zsidó hitközség tagjai között és a Mnébrit tagjai között talán 98-99 esetleg 100%-os is volt az oltás értéke. Ez volt a mi megmentünk. Most egy pár szóval talán még bekapcsolódnák a februári ukrajnai katasztrófa, az ukrajnai és az orosz támadás után az ukrajnai helyzettel. Minden esetre, mivel hogy határban vagyunk az Ukrajnával,
Nagyon nehezen viseltük ezt a rossz helyzetet úgy szintén. Az első órákban az volt az a legfontosabb, hogy tudunk az ukrajnai Bnei Brit tagoknak, esetleg a többi zsidóknak, a szenioroknak segíteni. Az alelnökünk, a Kajdos Roman jött utánam, és azt mondta, ha tudunk szerezni gyógyszereket, esetleg kisegítő dolgokat a szenioroknak, mármint glukométereket, vérnyomásmérőket, azonnal mentem a gyógyszertárba, és több mint 1000-1300 euróért bevásároltam az ő részükre, két csomaggal elküldtük. Szerencsénk volt azzal, hogy az alelnökünknek barátja volt, jó ismerőse volt az ukrajnai szlovák biztos, aki átlépte a határt naponta, holmi segéllyel, húskonzervekkel, pénzekkel, gyógyszerekkel, evéssel, úgyhogy étellel, úgyhogy ezzel tudtuk segíteni Ukrajnát az első percekbe. Féltünk mi is, féltünk, mert soha nem lehet tudni a határ, azt lehet mondani, 90-95 kilométerre van tőlünk. És a hírek, amelyek jöttek, az nem volt nagyon kedvező. Egy hír sem. Utána megkezdődött a migráció. A kassai hitközség 4 vagy 5 családdal törődött, lakástól kezdve kosztolásig. Nagy akció volt, a tagok között összeszedtünk öltözetet, öltözéket, és aztán a hitközség is, úgy szerint mink a Bnei Brit, tudtuk támogatni ezt az akciót pénzzel is. Úgy szintén segítettünk a budapesti páholynak, amely 500 eurót átutalt a mi bank számlánkra, és azonnal, ahogy a banki fizetési kanál is megnyílott Ukrajnára, a Lvovi páholynak átutaltuk azt a pénzt, amit Budapestre elszánt, hogy segíti a Lvovi Leopolis páholyt. Mi úgy szintén, mivel hogy a kassai hitközségnek sor nagyon nagy kiadásai voltak ezzel a segítséggel, segítettük a kassai hitközséget, és külön egy kanadai barátom küldött pénzt, amit átutaltunk Lvovba, a Lvovi Leopolis páholynak elnökének. Nagyon, nagyon kedvesen fogadták ezt a segítséget, és nagyon örültek minden csekéségnek. Naponta telefonica beszélgettünk, és érdeklődtünk a helyzetről, milyen volt a helyzet Lvovba, Kharkovba. A kharkovi helyzetet tudtuk, mert egy kharkovi hölgy egyedül autóval jött egész Kassáig, és Kassán találkoztak, jobban mondva Magyarországon találkoztak a fiával, Izraelből, aki Bersevából jött a mamájáért, és Kassáról repültek Izraelbe. Kassán annyira zsúfolva, tele voltak a szállodák, hogy nem volt más megoldás, csak drága szállodába elhelyezni őket az éjszakára, jártunk velük kosztolódni, és nagyon kedvesek voltak, láttuk rajtuk, hogy nagyon kínlódnak, és minden áron csak arról gondolkoztak, hogy lehetne visszatérni Kharkovba, Ukrajnára. Abban az időben ez nem volt lehetséges, de a hölgy Izraelből aztán mégiscsak visszarepült Budapestre, és Budapestről az autóval visszament Csernovcira, és ott egy az ottani páholyjal, és az ottani hitközséggel, és a Chabaddal segítették az embereket, segítették a tagokat, a Bnei Brit tagokat, úgyhogy feltételezem, hogy egy kicsit könnyítettek a rossz helyzetüken. Hát, talán ennyi lenne az egész. Én úgy gondolom, hogy kellemetlen visszagondolni ezekre a helyzetekre, és reméljük, hogy minél hamarabb megoldódik a helyzet Ukrajnán, és Ukrajna fogja élni a saját életét, úgy szintén az ukrajnai zsidóság továbbra is fogja vezetni a zsidó életet, segítséggel a Chabaddal, segítséggel az európai páholyokkal, a Bnei Brit Europe-val, és velünk együtt.
Hát talán ennyi lenne az egész. Köszönöm szépen. Dear friends, brothers and sisters, I'm unfortunately not able to join you, so therefore we have prepared this video to give you at least some information on these given questions. So first of all, the first question was focusing on the situation during and after the pandemic of COVID-19. Unfortunately, as all of us, we have suffered from that as the Jewish community itself, but also as our lodge. We were not able to meet, obviously, and we were even not able to organize the distance Zooms and other virtual meetings, but this is fortunately enough already behind us. During the pandemic, we have suffered as a Jewish community in Prague quite a big loss, and the loss was especially economic, because the community and the whole system was based on tourism. And tourism, obviously, during all these 2.5 years, almost 3 years, was at a halt. So we didn't see any tourists coming and also not contributing to our activities via the museum. So therefore, the gap is quite high, quite deep. And we will be suffering from it for next 2-3 years to fill the gap. Fortunately enough, the tourism is coming back, and we can see also now people walking into the Jewish sites of Prague, and hopefully this will come back to a normal situation. The community and the lodge obviously suffered also some losses of people, especially our elderly members, which is tragic. They were in many cases in a very good health, and the pandemic contributed to unfortunately the deterioration of their health. But this is over, and hopefully we are now coming to a brighter future, if I may say so. Though we have another challenge, and this is the second question we should focus on, and this is the current war in Ukraine. Unfortunately, this is something what we are witnessing even today. The Czech Republic, by the way, is one of the countries which is on the forefront of supporting Ukraine in the fight, in the war against Russian aggression. This is not only because our Czechoslovak experience from the Second World War, from 1938 Munich, but also our trauma from 1968, during the Prague Spring, when we have ourselves experienced the Russian occupation, at that time hidden as the aid of the armies of the Warsaw Pact. So we know what is it about in reality, and therefore our hearts are with Ukrainians and with the people there. The Czech aid is military, but also our country has taken the most refugees percentage-wise. That means the nation of Czech Republic today consists of 10 plus million people, and we have almost 500,000 of Ukrainian refugees. Also, our lodge did something for Ukrainian refugees. We have now, unfortunately, only something like 12 families in the community who are refugees, families, usually it's mothers with children. So our lodge have adopted one of these families, and we are financially contributing to them, and we are trying to provide any assistance they are needing. This is something which goes quite well with our social system. So this is relatively successful. The third point I would like to mention, this is one of the questions, is
connected with the situation, actually. This is the rise of anti-Semitism. In our country, we see it. I cannot say that we are not witnessing anything like that. But it is mainly manifested on the internet. So 99% of anti-Semitic events happened in 2021 on internet. We didn't see any physical attack. We have marked only few graffitis and some articles in the media, which were clearly anti-Semitic. But overall, Czech Republic or the Czech society is remaining stable and a country with a minimal level of anti-Semitism. We are not sure if this will stay, obviously, because the crisis is deep and the economy is really challenging for many people, and we do not exclude that in the future there will be some voices which will again be finding some scapegoats, and we are prepared for this, so we know how to deal with all these allegations. So our lodge is doing quite well. Hopefully we can see some of you in the near future. If you come to Prague to see us, and we may come to see you. What I would maybe in my last remark, what I would say is that we, as I have mentioned, we are in a very comfortable situation as the community, as the B'nai B'rith Lodge. The only enemy we have is the demography. And we have in our communities something like 2,500 members only, with average age 55 plus. And we know that we are under the level of reproduction. So if we don't do anything, if we really continue in this policy of closed doors, we will, within 10, 20, 30 years, we will die out as a community. So we really are here, and not only as a B'nai B'rith Lodge, but also as a community, we are standing before us a very important decision. How shall we reach out for young people? How shall we offer our programs to wider public? And this is something which maybe we can do together, because I'm sure you have the same situation in your respective countries. So this is only my few remarks for today, and I wish you a successful conference. Thank you. Megint itt vagyunk, üdvözlöm a V4 Plus konferencia résztvevőit, és egy újabb vendégünk van a placon, a World Jewish Congress alelnöke, a Mazsihisz elnöke, és sorolhatnám mostantól még legalább 15 percen keresztül önkéntes és nem önkéntes feladatait Heizler Andrásnak. Szia András, üdvözöllek itt a konferencián. Szervusztok, üdvözlök mindenkit a konferencián. Nagyon fontos, hogy itt vagy. Már csak azért is, mert tudni szeretnénk, hogy mi minden történt a Mazsihisznél a Covid idején. Mennyire nőtt az antiszemitizmus, mennyire kovácsolódott a közösség össze, és előtted itt volt Justin Ádám, Lantai Dávid és Sebes Jóska, akik, dr. Sebes Jóska, akikkel arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen bárhova mentél, ahol valami jótékonykodás volt, ahol Lamed Bobok voltak, és a zsidó civil szervezetek ott voltak. Ez így Na van. Most te egy egyházi szervezetnek vagy a civil vezetője. Világi vezetője. Hívjuk civilnek, az legyen. Most jobban hangzik, de tulajdonképpen világi vezetője. Mit jelentett ez ennek az ernyő szervezetnek a Covid, és mit jelentett az antiszemitizmusnak? Lettünk-e mi bűnbakok vagy sem? De mielőtt ezekre a kérdésekre válaszolnál, te már egy ilyen nagyon bejáratott elnök vagy, és ahova mész, oda
egy kész gondolatvilággal mész. Mire készültél? Halljuk először azt. Erre jó a kérdés, tudnék, ez talán most a legaktuálisabb. Ugye valahonnan mindig el szoktam indulni, Magyarországon, Kelet-Közép-Európában a legnagyobb zsidó közösség van, ami egyrészt egy nagyon nagy lehetőség minden zsidó számára, a zsidó vezetők számára is, másik oldalról pedig egy óriási felelősség. És különösen akkor felelősség, amikor krízis helyzetek vannak, és már itt vagyunk a kérdésnél. Ugye mi 6 évvel ezelőtt megszerveztük a krízismenedzsmentünket, ami egy nagyon fontos szervezete a struktúránknak, a szövetségünknek. Ez a krízismenedzsment gyakorlatokat tartott, rendőrséget meghívta, mentőszolgálatot meghívta a gyakorlatokra, kipróbáltuk, hogy különböző helyzetekben hogyan tudunk reagálni. Mindenre felkészültünk, terrortámadásra, robbantásra, árvízre, tűzvészre, mindenre. Két dologra nem készültünk fel. Gazdasági világválságra is? Két dologra nem készültünk fel. Az egyik Covid-járványra nem készültünk fel, és a másik pedig erős migrációra nem készültünk fel. És megérkezett a Covid. És azonnal összehívtuk a krízismenedzsmentet, és az az igazság, hogy a sok gyakorlatozás, amiben nemzetközi szervezetekbe segítettek nekünk, és köszönet mindenkinek ezért a sok segítségért, szóval ez a sok gyakorlatozás kialakított egy olyan döntési procedúrát, egy olyan döntési folyamatot, rendszert, ami segített a Covid-nak a Covid kérdés megoldásában. Valójában napi üléseket rendezett ez a krízismenedzsment. Az első és a legfontosabb két dolog volt. Az egyik, hogy a kóser konyhánkat megvédeni, mert Budapesten ez a kóser konyha állítja elő az egész hálózatunknak a kóser élelmiszert, a másik pedig, hogy az időseket megvédeni. Ugye Budapesten van idősek otthon, a vidéken is van, úgyhogy itt fokozottan és nagyon hamar zárásokat rendeltünk el, hamarabb, mint a kormányintézkedések, önkéntes csapatot szerveztünk, megfelelő puffer készleteket állítottunk össze, hogyha az országban is zárás van, akkor is jusson élelmiszer az öregeknek, stb. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a Covid ellen ez a krízismenedzsment jól működött, és a szövetségünk meg tudta óvni a közösségét attól, hogy a Covid alatt megugrott volna jelentősen a mortalitás, a halálozásoknak az aránya, és gyakorlatilag az összes intézményünket meg tudtuk védeni. Ez volt a Covid-os történet. És a második ugye az antiszemitizmus, ami egy picit a migrációval is összefügg, hiszen az orosz okkupáció kapcsán egy nagyon erős migráció indult el Magyarországra. Ez megint egy olyan helyzet volt, amire soha nem készültünk föl, de megint a kidolgozott döntési mechanizmusok segítettek nekünk abba, hogy hozzá tudjunk nyúlni ehhez a nagyon nagy feladathoz. Mindjárt az első napok után éreztük, hogy ez nagyobb feladat annál, amit mi önmagunk meg tudunk oldani. Ezért csináltunk egy koalíciót nagy nemzetközi szervezetekkel, ugye a Joint-tal, amelyik az egyik legnagyobb anyagi támogatója volt ennek a folyamatnak, a Soknut-tal, amelyiknek ugye professzionálisan az aliázás a feladata, partnerünk volt a GCC, a Budapesti Bálintház és a Mazsihisz. És ez a koalíció már képes volt arra, hogy több mint 10 000 zsidó menekülttel foglalkozzon, adjon nekik segítséget. 99%-uk elment Magyarországról, tehát nem itt kerestek hazát. Nagyon sokan Izraelbe mentek, sokan Nyugat-Európába mentek, de ezeknek az embereknek az élelmezését, az ellátását, egészségügyi ellátását meg kellett osztani. Még egy mondat, és akkor antiszemitizmusra is rátérek. Nagyon érdekes volt ez az egész migrációs kezelés, hiszen az elején ez egy klasszikus krízismenedzsment feladat volt. Krízismenedzsment feladatként kellett nekünk segíteni a menekülteket, hogy a határól eljussanak Budapestre, hogy onnan aztán tovább tudjanak utazni. Aztán egy idő után rájöttünk, hogy van egy második fázisunk is, amikor már nem a krízismenedzsment a lényeg, hanem egy gondoskodás menedzsmentnek kell indulnia, hiszen ezekről az emberekről, akik itt vannak idéglenesen, egészségügyi ellátást kellett biztosítani nekik, gyerekeknek programokat, oktatást kellett, nyelvoktatást kellett, adminisztrációs ügyintézést kellett, úgyhogy szakembereket kellett felvennünk, hogy ezeket a feladatokat el tudjuk látni. És most a harmadik résznél tartunk, ez egy integrációs feladat, ez a legnehezebb egyébként. Nem sok
család maradt itt Magyarországon, de őket nekünk meg kell próbálni integrálni, munkalehetőséget adni, nyelvtanulást adni, és a többi, és a többi. És úgy gondolom, hogy ezzel a koalícióval sikerült megoldanunk nekünk ezt az egész kérdéskört, és hatékonyan tudtunk működni, rengeteg hibával, rengeteg tanulsággal, de úgy gondolom, hogy ilyen folyamat ennélkül nem megy. És persze, amikor a migráció elindul, de már a Covid alatt is különböző konspirációs elméletek indultak el szerte Európában, de itt Magyarországon is, és a mi monitoring rendszerünk azt jelezte, hogy a Covid-dal kapcsolatban, és utána a kitört háborúval kapcsolatban, a migrációval kapcsolatban is megemelkedtek az antiszemita incidensek, ezek Magyarországon nem fizikai incidensek, tehát nincs fizikai támadás a zsidók ellen, nincs fizikai támadás a zsidó intézmények ellen, de a médiába, a közösségi médiába egyértelműen megemelkedtek ezek a dolgok, és most már olyan extremitások is voltak, hogy horogkeresztet firkáltak zsinagógára, stb. Tehát ez egy olyan jelenség, amire oda kell figyelni, és mi mindig jelezzük ezt a kormány felé, az illetékesek felé, és a magyar rendőrséggel és a szolgálatokkal nagyon szoros együttműködésben dolgozunk. Van még egy kis időnk, akkor menjünk vissza a Covid-hoz. A Covid esetén gondoskodni kellett nem csak a migránsokról, hanem a hazai holokauszt túlélőkről. Együtt a mazsökkel nagyon szépen dolgoztak, de hát ez nem volt elegendő, ennél sokkal több kellett. Hol tartanak most, hisz a Covid-nak utóhatásai vannak? Így van. Biztos, hogy az idősebb korosztályt nagyon megzavarta a Covid, hiszen a mindennapi rutinjukból kellett kiszakadniuk, és úgy gondolom, hogy nagyon sok segítségre szorulnak, és nekünk nagyon sokat kell majd nyújtani feléjük szolgáltatásba, ajánlatokba, programokba, hogy újra a közösség részévé tudjuk őket tenni. Hogy szoktatják vissza például az embereket a zsinagógába, hisz ez is szerves része? Hát most cinikus választ fogok adni, nehezen. Ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát a Covid előtt mindenkinek megvolt a maga rutinja, hogy mikor szokott zsinagógába járni, hogy hétfőn lemegy tóraolvasásra, csütörtökön lemegy tóraolvasásra, és pénteken pedig a kidusra. Jó, csak mondtam három fontos esemény, természetesen minden nap reggel és délután imádkozni kell, tisztában vagyok vele. De ezeket a rutinokat a Covid alatt elvesztették az emberek. És egyfajta pizsamás kényelembe, az otthoni fotelba, Zoomon keresztül hát kapták ezeket a szolgáltatásokat. És ez depressziót is okoz, ez a közösségtől való eltávolodást okozza, és én szeretem kimondani az igazat, és a mai napig érzi minden közösségünk a Covid-nak a hatását, és a rabbiainknak és a közösségek vezetőinek tényleg rendkívül sok erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy sikerüljön visszahozni az embereket, és sikerüljön helyreállítani a Covid előtti helyzetet. A Covid ideje alatt létrehoztak, természetesen a kormány segítségével egy oltópontot is, ami az én kiskórházak esetében nem magától értető, és érdekes módon hely tudtak állni. Igen, kell tudni ugye, hogy Budapesten van a Mazsihisznek a tulajdonában van egy kórház, egy igazi kórház. Ami az egyházi kórházak kötelékébe tartozik, amik a legjobban felszereltek, és a kormány úgy döntött, az én információm szerint, hogy semmi torzót nem hagynak félbe, tehát amit elkezdtek, az be is fejezik, önök az utolsó előtti etapban vannak. Így van, és egy nagyon komoly felújítás alatt van ez az intézmény. Már erről 75, beszélt a Kossuth Rádió pénteki adásában. Erről szó is volt. Szóval 75%-a már megvalósult a beruházásnak, a maradék 25%-ra reméljük, hogy jövőre kapunk fedezetet. Komoly pénzekről van szó egyébként, de ez egy kisebb kórház, nem egy nagy kórház, viszont egy nagyon lelkes vezetése és egy nagyon lelkes stáb dolgozik a kórházba, és amikor az oltóprogram beindult Magyarországon, és tényleg minden embert meg kellett menteni, akkor
a kórházunkkal eredetileg a kormány nem is számolt, mint erőforrással, hiszen ez egy kicsiny kórház. És a kórházunk önként jelentkezett, hogy ők nagyon szívesen besegítenek. És természetesen itt nem az volt a kérdés, hogy ki zsidó és ki nem zsidó. Ennek a kórháznak ekkor minden magyar állampolgárt segíteni kellett, úgyhogy a kórházunkban is beindítottunk 6 vagy 8 ilyen oltópontot, és nagyon nagy segítséget tudtunk adni abban, amiért aztán később az egészségügyi kormányzattól külön köszönetet kaptunk, tehát nagy segítséget tudtunk adni abban a kérdésben, hogy Magyarországon az oltási program sikeresen zajoljék le. A V4 Plus konferencia tulajdonképpen nem csak arra jó, hogy most több mint 10 ország bőnébritesei nézhetnek, hozzászólhatnak, és utána ennek média folytatása is van, hanem a problémákról is lehet beszélni. Az egyházi egyetemek közül az önök egyházi egyeteme az egyetlen, aki most online folytatja tovább az oktatást. Ez az energiaválság következménye? Nem teljesen online lesz az oktatás, mert... Hát vannak befogadó helyek, ahova befogadták így van, őket. Mert mindenki ugye az elmúlt zárások alkalmával megtapasztalta, hogy az online meetingek, az online oktatás, az online istentisztelet, az nagyon jól kiegészítheti az életünket, óriási segítséget adhat mindannyiunknak, de nem oldja meg a dolgokat. Szóval változatlanul én azt érzem, hogy imádkozni az a jó, hogyha elmegyünk a zsinagógába. Én úgy gondolom, hogy ha tanulni akarunk egy egyetemen, akkor az a jó, ha ott személyes kontaktus, személyes kapcsolat van az előadókkal, és így tovább. Úgyhogy mostan az egyetemünk úgy döntött, hogy az energetikai krízis helyzete tekintettel egész egyszerűen olyan helyzet van, hogy nem tudjuk fűteni azt a nagyon régi épületet, ezért az épületben csak a könyvtár és a tartozékai fog működni, és részben zsidó szervezetektől, így például a Szoknuttól kapott az egyetem lehetőséget, hogy a Szoknuttnak az épületébe, a termeibe lehet az oktatást tartani, ott van fűtés. Ugyanezt felajánlotta a mi szövetségünk is, a mi szövetségünknek is a fűtött termeiben szintén az egyetem tud oktatást tartani. Tehát most az egyetem úgy döntött, hogy részben online, és ahol nagyon fontos és nagyon előnyös, ott pedig offline oktatás lesz. Ön májusban elbúcsúzik a vezetéstől, attól még zsidó marad, meg zsinagógába is fog járni. Mégis, hogyha lehetne három kérése, és azt talán teljesítenék is, és mondjuk akitől kérni lehet, az nem az örökkévaló, mert attól kérhet bármikor, mondjuk a kormánytól, akkor föltenné azt a kérdést, hogy be lehet-e nevezni egy nagyobb, újabb egyetemi épületre, hogy bővítsék a lehetőséget, hisz túljelentkezések vannak nagyon érdekes szakokra, amire a magyar társadalomnak nagyon nagy szüksége lenne. Hát igen, beleférne egy ilyen kérelem, de az elég hosszú a listánk, amiket tudnánk így kérni. Ugye, hát háromról volt szó, nézzen a kamerába, mindenki önt hallgatja és önt látja, lehet, hogy az a baj, ha kimondok hármat, úgy meg fog sértődni másik három, hogy borzasztó. Én inkább akkor ilyen dodonnai módon fogok válaszolni. Tehát egyrészt ezt tételesen egészséget kimondom. Egészséget mindenkinek, az nem kerül a kórházban be kell fejezni a beruházást. Tehát ez egy nagy kérés, természetesen a kórházunkat meg szeretnénk oldani. Másrészt, és itt már egy picit homályosabban fogalmazok, vannak olyan zsinagógáink, amelyeknek a felújítása nem halasztható, ez lenne a második, ami ilyen nagyon-nagyon fontos. És ezen túl én azt mondom, hogy nekünk pedig, mert hogy ne csak másoknak adjunk feladatot, saját magunknak is, nekünk meg az lenne fontos, hogy sokkal több energiával forduljunk a közösség tagjai felé, a saját humán erőforrásaink felé, és egy picit kevesebb energiát fordítsunk a kövekre és az épített emlékeinkre, mert ma erre van szükség szerintem a közösségnek. Ma és aztán, ha rendbe jövünk, akkor újból lehet csinálni és rendbehozni az összes emlékművet és az összes temetőt, de ma az emberekre kellene koncentrálni. Ez a kérésem saját hiszik, magunk vagy nem felé. Hiszik a konferencia vendégei Heizler Andrásnak, a Vorzsuzs Kongressz alelnökének, a Mazsihisz elnökének
sikerült betartani a 15 percet. Ő volt a vendége a V4 Plusnak. Kedves testvéreim, most újból Nabukko szabadságárja, és utána folytatjuk tovább. Következő vendégünk a Messzi Angliából lesz, Vadász Éva és Johnny lesz a szereplők, és egy nagyon csinos és kedves hölgy vezeti a beszélgetést. Tartsanak velünk! Hi everyone, thank you so much for allowing me to be present today at today's conference. It's a great honor. Thank you again for the invitation. Today, I would like to share with you some thoughts about Asia in general, about rising xenophobia in specific, and basically what I think are the tools that we can use today around the globe and specifically in Asia to combat it, so to speak. So I promise I won't take too long. I just want to go really over the very basics of what I think the situation is today. So first of all, when we think about Asia, we have to remember we're talking about a huge continent. We're talking about 4.7 billion people, which is about 60% of the world's population today. We have to actually comprehend that what we do in Europe or in North America or in South America basically pales in comparison to the quantity of people for the size of the economy that we're talking about. And not only that, but also the diversity of such an enormous continent. When we say diversity, we mean a lot of different things. We mean religions, we mean languages, we mean politics. Of course, we mean very, very different things, but let's go over them, well, not if not one by one, but in some generalities, if I may. First of all, about the multi-ethnicity of Asia, which is incredibly diverse. Even from an ethnic perspective, the continent is huge and very, very diverse. Naturally, we're talking about East Asians, about South Asians, about Middle Eastern people, about Central Asian people, who not even us as Europeans who, pardon my my supposition, don't know much generally about Asia. Even we would not consider it as one homogeneous place, so to speak. We're talking about over 2,000 languages. We're talking about very different cultures. We're talking about a multitude of very, very, very different religions. And as I said, political systems as well that we can see around the continent. Now, very simply, I would like to go over them from a regional perspective, not from a geographical perspective. It's very important to add these regions are more important from the perspective of the issues that we're trying to tackle today, which is xenophobia and racism in general. And what I believe is that these situations or that these appearances of xenophobia are very, very different from region to region in Asia. So very quickly, allow me to just go over a few of them. First of all, we're talking about East Asia, where these countries generally, where we see societies that are mostly homogeneous. What I mean by that is that over 90% of the population, specifically in these four countries, is basically the same. They belong to the same group of people, the same ethnicity of people, specifically in Japan, in Korea, and in Mongolia. In China, we're talking about slightly less, only 90% of the population belongs to the same ethnicity. We're talking about the Han in general here. And then we have 10% who are minorities, if you will. Don't forget that when we're speaking about minorities in China, we're talking about tens of millions of people. So when we encounter xenophobia
and racism. Here, it's a mainly, how should I put it, theoretical thing. When a Japanese person is xenophobic, it is most likely that he has never seen a foreigner in their lives, except via the media. When a Chinese person or in a Korean person thinks about other races, it is more often than not a theoretical comprehension of only things they know by stories via the media, which can obviously be influenced depending on the freedom of the media at the country at present that we're talking about. So it's not ever based, or mostly never based, on personal experiences or actual experiences from their everyday lives. It is more often than not influenced by the politics, by the current global status of the country, by generally foreign relations, and what by the state wants to let them know, or what the state is trying, what information the state is trying to get across. Now, if we move on to Southeast Asia, for example, the situation is again very, 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 very different. Because in Southeast Asia, we're not talking about homogeneous societies at all. Now, with these countries, we are talking about a very, very big mixture of populations. We're talking about countries where we can't even speak about really a plurality of the population, of multi-ethnic societies with several religions, with several languages, with varying differences between themselves. If you think about Malaysia and Indonesia, where we have hundreds of languages, we have a very, very big variety of different religions. We have Muslims, we have Buddhists, we have Hindus in very, very large quantities. But I will go into specific examples later on, where we cannot really speak again of homogeneous societies. We're talking about a mixture. And in this case, when we see xenophobia, when we see racism, it is actually something that you encounter in your everyday lives. When you're talking about the political system or the education system, giving priorities to certain ethnic groups within the populace on who can get into universities or who gets to be represented in the government. Here, racism, xenophobia, or ethnic conflicts are an actual daily subject, are a daily discussion, with laws against discrimination in many places in place, with more or less success. And obviously, these are the countries which we see on the news on a daily basis, in Myanmar and Cambodia, where we do actually see very bloody ethnic conflicts occurring even today on a very regular basis. Now, if we move onwards to Central Asia, what we refer to as the stans, if you will, again, the situation is very different. Obviously, these are all formerly part of the Soviet Union, which were grouped together from a decision of a colonizer, for need of a better word. Here we're already talking about both religious and ethnic or even tribal conflicts in many, many, many occasions. And naturally, we're talking about on one side the Russian population, which is Russian Orthodox in many cases, and the local population, which is mostly Muslim, not Arab Muslim, it is important to add, but more Turkish tribal societies that we see here. And here, we're not really talking about cultural differences, we are talking mostly about tribal or society differences, where the language is fairly similar, the religion is basically the same, but to highly oversimplified the matter, we're talking about what color the tent is into various cities. So, obviously an exaggeration. So we're talking about minor cultural differences that create very, very severe conflicts between different groups within these countries, which were once again divided, as we know very well from the Middle East, by colonizers when the borders were drawn up
by foreign powers in many occasions. And this, of course, creates a lot of conflicts. Now, probably the best example of foreign powers dividing up territories is South Asia. The situation of India and Pakistan and Bangladesh, where it was basically the British who decided where the new borders will be after the area left the British Empire. And here, of course, we're talking about a very similar culture, but a vast religious difference between Hindus and Muslims. Naturally, I'm not claiming that India is a country with a single culture. That's very far from the truth. We're talking about, again, a multitude of languages and a multitude of different cultures. But we can say that both India and Pakistan share very, very deep cultural roots, and a division between them is mostly affected or mostly created even by foreign influence, which creates a lot of tension today. Displacement of populations for decades is still causing a lot of tensions today. Now, another region within Asia, because don't forget, this is a huge area, is the Caucasus, which we again see in the news on a daily basis. These xenophobia and racism here are again a very, very different issue. Again, we're speaking about historical tensions, we're talking about territorial disputes, about foreign influence in many cases. If you excuse me, I will not go into the Middle East because I think we hear enough about that as it is, especially amongst ourselves. Let me give you just two specific examples from Asia, two very different ones. One is China. Now, in China, the constitution actually prohibits any sort of discrimination. However, foreigners are foreigners. Foreigners are called laowai, basically in modern Chinese vernacular, and that does create a lot of tensions. Basically, 90% of the population belongs to the Han ethnicity, and we have 56 minorities. That's the following 10%. Now, the minorities themselves are not obviously considered foreign. They are Chinese in every sense of the word. But within Chinese culture, they represent different smaller ethnicities. Now, the fact that we do have a 90% homogeneous society does create tension for the small minority, and again, the small minority being 140 million people, for them in their everyday lives. And just to get into a little bit of detail with that, when we're talking about within these 56 minorities, we have the phenomenon of what many foreigners, and the Chinese would disagree, would call cultural genocide. When we talk about this, we mainly refer to Tibet and to Inner Mongolia, to autonomous territories within the People's Republic of China, where the schooling system is slowly shifting towards a system where bilingualism is not that supported. Everything has to be mainly in Chinese, and local languages, Mongolian and Tibetan in this specific cases, is very much put into the background, or even disencouraged. Anti-Muslim sentiments in China are fairly high most of the time. There is a very large percentage of the population which is Muslim. Different minorities in China are Muslim in their religion, be that the Hui minority, who are ethnically Chinese but Muslim, all the way to the Uyghur or Xinjiang minority, which we hear quite a lot about, which are a Turkish or Turkic ethnic group who are also Muslim. There are very large variations between group and group, but there are very high anti-Muslim sentiments within the country. Then we have the foreigners. We have people of African descent, quite a few of them in China, as China supports very, very large and wide-ranging cooperation with various African countries. There are a lot of students and a lot of business people and a lot of diplomats in China. We can, I think, justifiably say that Chinese society is very unwelcoming towards people of African descent in general.
They don't have to be specifically from African descent, but they have to be, they can even be European or American, but with a darker skin color. Of course, they are distrustworthy of them in general, to the extent that the cab driver might not actually stop for a person with an African descent. That is more and more common in China today. And of course, there is generally a very antagonistic relationship with Japan due to historical reasons for ongoing conflicts, for different perceptions of history, and etc. So in China, even though the population is pretty homogenous, 90% come from the same ethnic background, there are a lot of tensions. Even though discrimination is forbidden by law, and there is very specific legislation against it, we do see it on a daily basis. Now, if we switch to another example, Malaysia, there we see a multicultural, multi-ethnic, multi-religious society, where we have Malays and Chinese and Indians, and all these have very different religions, but even Malays can be Buddhists or Hindus or Muslims, the Chinese, of course, and the Indians as well. So ethnicity doesn't go with religion specifically. There are various variations. We're talking about hundreds of different languages within the country, of course. And here the constitution does try to give priorities to certain ethnic groups that may have been neglected in the past. This obviously creates a vicious cycle when you take one minority and put them above the rest, or give them priorities in education, in culture, in loans, in marital status, in everything. That does create a situation where another minority is going to get neglected. In Malaysia, conflicts are less, I would say. However, it is present in everyday life, specifically because of the multicultural nature of the country itself. Now, all of these conflicts are being continuously addressed, of course, by various means. And what I would like to mainly focus on today is the utilization of soft power, how we can use culture and education as our two primary tools to combat this phenomena, or what is actually done today. Now, when we speak about education, from a very simplistic perspective, I would like to divide between primary and secondary education and tertiary education. Because when we're teaching children about foreign cultures, about foreign countries, I think the first thing we have to do is give them access to this information, and access to foreign information is usually done, primarily done by language education. Because our goal today in most education systems is not teach them something specific, but to teach them how to access information in the future. And obviously, without speaking at least English, surfing online is very, very difficult. So for children in primary and secondary education, most governments in Asia, of course, put a very large emphasis on language education. We do see a very high decrease in foreign language education, which goes hand in hand with political aspirations of countries. In China, there are new laws deregulating, or basically regulating, the reduction of foreign language education, because the Chinese government claims that there is less need for Chinese children to speak a foreign language. They should focus on local culture and local education, and there is no need for the average Chinese person to be able to access either foreign media or foreign people in general. So that is a very specific tool, not only to raise awareness, but from the other side, to block out information, block out a globalization, if you will, depending, of course, on the political agenda at hand. Now, when we move on to tertiary education, we move on from language education to philological studies. We teach
culture, we teach history, we teach literature, we teach art, etc. Because when we're talking about tertiary education, we're already assuming that they know how to access information. At this point, we give them guidelines, what kind of information is available out there, and we can direct people. When we work with tertiary institutions, we give them directions or sources or resources on how to gain information, depending on the type of information they're looking for, be that art, be that sciences, etc. Now, this is the educational part. When we're discussing culture, the situation is, of course, a little different. Of course, I've mentioned culture in tertiary education, but here the task or the responsibility moves away from the common state-funded education system, and now we're broadening up a bit. We're talking about cultural centers, we're talking about museums, we're talking about galleries, concert halls, theaters, with whom we have to work with. When I say us or we, it is the people who want to combat xenophobia in general, be that an NGO, a government, a religious group, an association, etc. It's the cultural centers, the institutions that diffuse various art forms that we have to work together with. Because one of the easiest ways to turn to a populace, and I will give you examples today, is to give them cultural products. With a cultural product, think about, from a very simplistic perspective, the reason why everyone knows the United States of America is because of modern pop music, is because of Hollywood, because of these cultural products that were diffused around the world, and everyone basically, more or less, has won some or access to them to some extent. So when we're trying to diffuse cultural tensions, when we're trying to reduce xenophobia, culture is one of the main tools that is at our disposal. Now, who are the people who diffuse culture in a way? What are those, so to speak, cultural embassies around the globe that we can work with or we can try to associate ourselves with? Very surprisingly, the continent with the most awful colonial history in the world, specifically Europe, is the continent that does its best, or in my opinion, the best work in diffusing culture through cultural institutions or cultural institutes around the world. These are the L'Institut Français, the Goethe Institute, the Instituto Cervantes, the Italian Dante Alighieri Institute, the Hungarian Cultural Center, of which we have 26 around the globe today. And of course, a different example from an Asian perspective is the Confucius Institute, with hundreds of centers around the globe, where their specific goal is using the tools of soft power to address a population directly without going through government. So we're talking about language education and cultural events. And at the Confucius Institute, you can study calligraphy and martial arts. At the Hungarian Cultural Centers, you can study music via the Kodály method. At the French Institute, you can learn French cooking. At the Goethe Institute, you can read German literature. The Cervantes Institute represents all Spanish-speaking countries while diffusing their cultures, their customs, their traditions, etc., etc. So all these various institutions' work is basically combating xenophobia, combating racism, while trying to disseminate their own cultural products to as many people as they can. Because from very logically, from a government perspective, when you support the dissemination of culture, you bring people closer to you. You make other countries, or better yet, the people of other countries understand you more. They will be more willing to buy your products. They will be more willing to do business with you. And at the end of the day, that is the priority of most governmental organizations today, let us be honest. So while the Kodály music teaching method is a treasure of humanity, the point of having children learn music via the Kodály method is when they grow up, they'll be willing to do business with Hungary. That is, of course, the point here. Now, after culture, go back to public education or to education in general. This is a very different thing, because who is to educate
people, and I'm not talking about children, and this is a fairly controversial idea or a very controversial message in a way, because when you're trying to educate someone, you are assuming that they are uneducated. And this is a problem. What gives us or anyone else the right to try and educate someone else? Nonetheless, these various institutions or NGOs are doing their best to teach people about different cultures. And I'm giving you a few examples here from things that I perceive as institutions or organizations that deal with this sort of thing. We can think of communication channels and TV channels like Heti TV in Hungary, which very specifically deals with disseminating Jewish culture in a country in Europe which desperately needs to know more about Jewish culture, not because the lack of Jewish culture in the country, but because people's understanding of Jewish culture is many times diametrically opposed to reality. Or the Sukhnut, the Jewish Agency for Israel, which deals specifically with teaching Jewish people about Israel. Or if we think about Balintaz, which again caters to a larger Jewish community in Hungary, or Bnei Brit, which on a global scale is trying to both teach Jews on one hand and to teach other organizations, other countries, other schools about what being Jewish actually means. And it is the responsibility or the task of these organizations around the globe to try to combat cultural misunderstandings, trying to combat xenophobia, racism in general, with various educational means. They either cater directly towards children, directly towards youth, or larger populations in general, using various tools that are at their disposal. Now, my point today is, of course, is that we don't have a solution. Combating xenophobia, be it in Asia or anywhere else, as I think is a lifelong task, and we have to try and use all the tools at our disposal. And culture and education, though I think two of the most important tools, are definitely not the only ones. The publication of books, of teaching materials, the education of teachers and educators in general is a very, very important part, which personally I think that not only private organizations or NGOs, but governments should and do, admittedly, must take part in as well. Now, the situation in Asia is, of course, not similar in many ways to the situation in Europe, because in Europe, in comparison to Asia, of course, we are talking about a much more homogeneous, just use that word again, society. We have much more similar cultural backgrounds, even linguistically, not including Hungarian, of course, but we're talking about an Indo-European language family first and foremost, a Sprachbund, if you will, where we have a lot of commonalities. These things don't exist in Asia because of the sheer size, because of the sheer vastness. And as such, putting Asia as, or taking Asia as one single topic, as one single theme, is generally more difficult due to the reasons I explained. However, we do have the option to use the various tools at our disposal in each of these countries. That's all I wanted to say for today. Thank you so much for listening to me, and have a lovely conference. Thank you. Thank you. Üdvözlöm a konferencia résztvevőit most a szünet után. Bízom benne, hogy Nabukko felébresztette önöket, és ugyanolyan friss erővel,
figyelik, hallgatják, vagy olvassák a beszélgetéseinket. Egy nagyon érdekes vendége van a konferenciának. Egy gyerek, akinek testvére is van, de ma már gyereke is van, egy kétgyermekes családapa, akire az jellemző, hogy mindegy bolygó zsidó a világ különböző részein jelenik meg. Alapszakmái is vannak neki, de már is kérdezem tőle. Szia, hogy vagy? Köszönöm, jól. Örülök, hogy itt lehetek, és megtiszteltetés, hogy a konferenciához eljut a mondani való. Úgyhogy... Mindenkit bemutatunk, és mond magáról pár mondatot, azt már elárultam, hogy egy olyan családból származol, ketten vagytok testvérek, és már azt is megmondtam, hogy két gyermeked van, ők fiúk vagy lányok? Egy fiú, egy lány. No, ennél gyönyörűbbet még kívánni sem lehet. Mi az alapszakmád? Mert azt tudom, hogy valamikor az ELTE-n jogot tanultál. Ez így van. Én jogász vagyok alapvetően, de egy percig nem dolgoztam jogászként. Mióta lediplomáztam, én azóta különböző zsidó szervezeteknél dolgozom különböző pozíciókban, és ezt tartom a szakmámnak, zsidó közösségfejlesztést és zsidó aktivizmust. Akkor azt kérem kollégáimtól, hogy már is a riportalanynak, következő megszólalónknak adjunk egy DR-t, hisz doktor, ha jogász, az ő idejében még ajándékba kaptak két betűt, úgyhogy legyen doktor Bükler, mert hát édesapád is doktor, csak hogy ő igazi doktor. Sőt, édesanyám is, ez egy ilyen család. Ez egy ilyen család. A gyerekek hol születtek? A gyerekek még Magyarországon születtek, de a második születése után nem sokkal Belgiumba költöztünk. És azóta is ott élünk. Milyen nyelven beszéltek otthon? Otthon magyarul beszélünk, de a gyerekek most már sokkal inkább francia, a franciával érzik magukat komfortosan. Azt gondolom, az iskolájuk az francia. Óvoda iskola az francia. Hát ez így nagyon klassz lesz. Akkor most mi a konferencia kedvéért magyarul beszélünk, és mire ez élvezhető állapotban lesz, angolul is ki lesz írva, és ha nagy lesz az érdeklődés, akkor franciául is és flamandul is majd föliratozzuk, ez attól függ, hogy hány TV csatorna szeretné. A mai konferenciának a lényege a zsidó szervezetek, az antiszemitizmus, az oktatás a Covid idején, a gazdasági világválság kezdetén, és amit úgy plusznak rátettem, az előtted megszólalók nagyon sokat beszéltek arról, hogy a magyarországi zsidó civil szervezetek akarva akaratlanul minden helyen összetalálkoztak, most, amikor az orosz-ukrán háború idején próbáltak lamedvovok lenni. Elneveztem őket lamedvovoknak, hisz ezek a jó emberek mindenhol találkoztak. Ha más nem, akkor egymástól kértek almát, hogy a saját pácienseiknek is tudjanak almát tenni. És ellentétben nagy világszervezetekkel, ők még mindig foglalkoznak. Tehát nem csak az első pillanat, hanem utánkezelést is biztosítottak mindenkinek. Bízunk benne, hogy ez amerikai orosz segítséggel talán előbb-utóbb rendbe jön, még mielőtt járványszerűen a világot magával rántana ez a háború. Mivel foglalkozol napközben? Napközben egy szervezetnél dolgozom, egy civil szervezetnél dolgozom, aminek az a neve, hogy SZEZSI. Ez a alcíma szervezetnek, hogy egy Jewish Contribution to an Inclusive Europe, egy zsidó hozzájárulás, egy befogadó Európához. Ez egy olyan szervezet, aminek a fő profilja az, hogy rendszer szinten küzdjön kirekesztés, rasszizmus, gyűlölet, antiszemitizmus, iszlamofóbia ellen, a gyűlöletnek minden formája ellen, oktatáson, tréningen, lobby munkán keresztül. Európai szinten. Meg tudod erősíteni, hogy abban a pillanatban, hogyha valahol egy válság van, vagy akár egy világválság, akkor azonnal bűnbakokat keresnek, és az általad felsoroltak mindig az áldozatai, mindig ők lesznek a bűnbakok? Igen, ezt mi abszolút így látjuk, és azt gondoljuk, hogy mindig a kisebbségek a legkönnyebb bűnbakok, és a leghamarabb esnek áldozatul a gyűlöletnek. És a Covid alatt sem volt ez másként. Tehát abszolút volt tendencia arra nézve, erről biztos már korábban is szóltak, hogy erősödtek ezek a hangok a kisebbségek ellen. És emellett nagyon gyakran pont ezek a kisebbségek a legérzékenyebbek magára a válságra is. Tehát kétfelől húzza őket az ág. A kisebbségekre volt idő, amikor az volt jellemző, hogy nagyon összetartanak és segítik egymást. Így van ez napjainkban is?
Vagy sikerül kijátszani őket egymással? Gyakran sikerül kijátszani egymásnak, de én nagyon gyakran azt gondolom, hogy ez nem csak a kisebbségek feladata, hogy megvédjék egymást, és nem jobb nem rájuk hárítani azt a felelősséget, hogy ilyen helyzetbe menedzseljék a saját problémájukat. Tehát mi azt szoktuk mondani, és én ebben mélységesen hiszek, az antiszemitizmus nem egy zsidó probléma. Az antiszemitizmus a társadalomnak a problémája, ugyanúgy, ahogy a szexuális kisebbségek elleni gyűlölet sem az ő problémájuk, hanem a teljes társadalomnak a problémája, és neki is kell megküzdeni vele. Tehát az, hogy a zsidókat éppen milyen támadás éri, azt a legkevésbé a zsidóknak a felelőssége, hogy ezt megoldják. Nyilván hangot adhatnak a problémának, de a kihívás az a többségi társadalomra hárul. A többségi társadalomban a politikának, a politikusoknak mennyire van szerepük, mert amikor egy politikus tartozott bármelyik párthoz, elkezd beszélni egy-egy kisebbség szexuális szokásairól, az biztos utána cigányozni fog, zsidózni fog, de lehet, hogy életében nem is látott sem cigányt, sem zsidót, és lehet, hogy egyszerűen homofób, de biztos, hogy tovább fog menni a skálán, és folytatni fogja. Ilyenkor szerinted, mint egy aktív zsidónak, aki szervezi és ébren tartja a zsidó társadalmat, és küzd a jogaikért és az egyenlőségért, mit mondasz? Így legyinteni kell, hogy ugyan már hülyéket beszél és kész, vagy igenis ezt napirenden kell tartani és a helyére tenni az illetőt, és rávezetni, hogy ő rosszul látja a dolgokat? Hát nekem a teljes napi munkám arról szól, hogy ezt napirenden kell tartani, erről beszélni kell, ezt tematizálni kell, mert nem lesz, aki helyettünk ezt megfogalmazná. Még egy dolgot hozzátennék ehhez, hogy ami talán magyar kontextusban és a konferencia kontextusában szerintem érdekes lehet, hogy nagyon fontos, hogyha a gyűlöletet vizsgáljuk, és a gyűlöletnek a különböző formáit, akkor legyen egy, amit ma úgy neveznek, és nem tudom, hogy arra lesz ez szó, hogy interszekcionális megközelítés, hogy pont arra vonatkozik, hogy ezeket a támadási felületeket a meleg kisebbség felé, a zsidó kisebbség felé, a roma kisebbség felé, a különböző más kisebbségek felé, ezeket ne külön elszigetelve vizsgáljuk, mert ezek a valóságban a legritkábban elszigetelt valóság ezeknek a kisebbségeknek, és arra is beszélve vannak meleg zsidók, vannak zsidók, akik esetleg más bőrszínűek, és tovább, és tovább, és tovább, és hogyha nagyon szigorúan elválasztjuk, hogy ez homofóbia, ez rasszizmus, ez antiszemitizmus, ez iszlamofóbia, akkor nagyon gyakran kiesnek különböző halmazok, közös halmazok, akiknek nagyon sajátos élményük van, és nagyon sajátos tapasztalataik, és pontosan azok a tapasztalatok, amikor a legjobban lehet építeni, hogyha a gyűlöletet akarjuk felvenni. Aha, tehát akkor azt akarod mondani, hogy én is megértsem, meg a konferencia résztvevő is, hogy te inkább a sokszorosan halmozott kisebbséggel szeretnéd, egy kalap alá szeretnéd venni. Én azt mondom, hogy fontos az ő élményüket megérteni. Tehát nagyon fontos tapasztalat, és ezért fontos az interszekcionalizmus, mint disziplina, hogy megnézzük, hogy ők mit éreznek, ők hogyan látják ezt, és megértsük, hogy nagyon gyakran ők a legsérülékenyebbek, és ezek nem pici marginalizált csoportok, hanem ezek komoly, akkor sem mondta, kis csoportok lennének, de hogy ezek az élmények, ezek nagyon validak, és nagyon fontos, hogy ezt is tematizáljuk. Mert nagyon gyakran nekem zsidóként más az élményem, mint mondjuk egy leszbikus roma nőnek, és hogyha azt gondoljuk, és amit mondtál, azban egy maximális helyet értek, hogy ezek általában csomagban jönnek. Nagyon ritka az, aki azt mondja, hogy én gyűlöm a zsidókat, de semmi nincsen a romákkal. Vagy gyűlöm a romákat, de még életemben nem gondoltam egy zsidó konspirációra a világon. De ezek egybe jönnek. És mivel a gyűlöleti csomagban jön, nagyon gyakran hasznos, hogy ezt nem választjuk pici-pici kategóriákra, hanem úgy tömegével foglalkozunk. Mit kell tegyen a zsidó társadalom akkor például az antiszemitizmus az nem egy zsidó probléma. De mit kell, hogy tegyen a zsidó közösség, amikor őt antiszemitizmus éri, amikor bántják őket? Vagy mit kell, hogy tegyen egy nemi kisebbség, vagy mit tegyen egy cigány csoportosulás, amikor bántják őket? És itt nem csak fizikai bántásról beszélek, nem azonos jogokról, lenézésről, és hagyd ne folytassam tovább. Hát
Azt gondolom, hogy érdemes rendszer szinten foglalkozni a problémával, és nem eseti szinten, és érdemes megfogalmazni egy hosszú távú stratégiát, mint ahogy az élet minden területére ez igaz. És mi a SZEZSI-nél pont ezzel foglalkozunk, hogy olyan döntéshozókkal tárgyalunk, olyan döntéshozókkal beszélünk, akik rendszer szinten tudnak ezzel foglalkozni. És a másik, ami szerintem fontos tanúsága az elmúlt pár évnek, hogy nagyon naív lenne azt gondolni, hogy ez egy rövid távú sprint, ez egy maraton. Hogyha tényleg európai szinten változást akarunk elérni antiszemitizmus elleni küzdelemben, akkor generációkról kell beszélnünk, és ha generációkról beszélünk, akkor olyan témákkal kell foglalkoznunk, mint oktatás, mint képzés, akár tanárképzés, informális oktatás, jogvédelem, törvényhozás, tehát olyan dolgokkal kell foglalkoznunk, amik nem holnapra hoznak változást, hanem bizony évekbe, és lehet, hogy ez nem lesz tűzijáték a végén, lehet, hogy meg se érjük a tűzijátékot, de ezek a játéknak a szabályai. Majdnem egyetértek veled, nekem van egy nagykövet barátom, akit elneveztem Mr. Oktatásnak, mert minden beszéde végén azt mondta, oktatás, 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 teljesen. És tulajdonképpen itt erről van szó. Mr. Oktatással. Mint minden rendes előadó, te is készültél egy anyaggal. Nézzük, mi az, amiről még nem beszéltünk, és az anyagodban benne van. Igen, én nem is annyi anyaggal készültem, inkább arról gondoltam beszélni, hogy a NOA, aminek engedjét a NEBRIT tagja, ez egy hálózat, az antiszemitizmus elleni küzdelem, témájában, több száz európai tagszervezettel, 6 nagy európai zsidó szervezet összefogott, hogy rendszer szinten hozzon változást az antiszemitizmus területén, különböző területeken, különböző szakpolitikai területeken, mert pontosan azt gondoljuk, hogy egy betegségre sem elég, hogyha ráteszünk egy, vagy beveszünk egy aszpirint, itt is sokfelől, sokféle módszerrel kell ezt javítani. Aszpirint is sokféle van. Az igaz, igen. De hogy itt nagyon sokfelől kell megközelítenünk a témát, kutatás, képzés, adott esetben lobby munka, sport területén, közösségi média kampányok területén, tehát több helyről kell ezt megközelíteni. És az egyik ilyen módszer, amit kidolgoztunk, amit szerintem nagyon izgalmas, ez a konferencia résztvevőinek szerintem érdekes lehet, mert ez mindenkinek releváns. Kidolgoztunk egy módszert, hogy egy adott kormány, egy adott országban, és ez lehet bármelyik ország, bármelyik kormánya, a világ bármelyik területén, mi nyilván Európára fókuszálunk, összeírtunk nemzetközi sztenderdeket, több száz nemzetközi sztenderdet, hogy mik azok az alapvető nemzetközi normák, akár európai, akár ENSZ, akár globális normák, amiket minden országnak az antiszemitizmus elleni küzdelemben be kellene tartania. Tehát nem azt gondoltuk, hogy fölkeltünk, és a SZEZSI-nek a csapata kitalálta, hogy hát ez lenne a legjobb, hogyha minden kormány így és így viselkedne, hanem nem. Összeütöttük, hogy mik azok a teljesen objektív nemzetközi sztenderdek, aminek ezeknek az országoknak meg kell felelnie. És ezekre építettünk indikátorkérdéseket. Én már igen, is kérdezek kettőt. Európáról van szó, például ugye a zsidók esetében nem megkeresztelik a gyerekeket, hanem Ábrahám szövetségével fölveszik. Ábrahám szövetségébe való bejutás, mint azt te is nagyon jól tudod, saját magadból, meg fiú gyermekedből is, azt úgy hívják, hogy brit milá. Pontosan. Igen. Na most, vannak olyan európai országok, amelyek tiltják ezt. Na most, ez vajon antiszemitizmus-e, ez a kisebbség lenézése, üldözése, vagy mi kérdezem tőled, mint ami te vagy, meg jogilag is, joga van-e bárkinek ezen a földön valakinek az egyházi szokásait, a tradícióit letiltani, és akkor ezt még azonnal meg lehet fűszerezni a kóser vágással, illetve a vágási módszerekkel, mert itt már tulajdonképpen a vágásnál már a muszlimokat is érheti bántás, és is. Fölveti, de a brit esetében is mondjuk különbség, és nem mindegy az, hogy a muszlimoknál a szövetségbe fölvendő lányokat megcsonkítják, vagy kórházi, mert ugye tudni kell, hogy a 8 napos zsidó fiú gyermekeket sem éles kővel metélik körül, tehát a 21. századnak megfelelő módszerekkel, és hogy egyáltalán, ami történik ebben a témában, az egy üldözése, vagy csak a társadalom aggódása a kisebbség kihalása ellen. Fogok erre válaszolni, mindjárt oda jutok. És ez pont ide kapcsolódik, amit elkezdtem mondani, hogy vannak ezek több száz nemzetközi sztenderd, amikre rátettünk kérdéseket.
pont ezeken a területeken egyébként, ezeken a területeken is. Vallásszabadság. Mit jelent a vallásszabadság? Mik azok a nemzeti sztenderdek, amik mondjuk biztosítják egy kisebbségnek, vagy a zsidó kisebbségnek, vagy a muszlim kisebbségnek, hogy ezeket a szabályokat gyakorolni tudják. És ezekre kapunk igen-nem válaszokat. Cseh köztársaság, Magyarország, Horvátország, teljesen egy melyik ország, vajon megfeleznek a nemzeti sztenderdeknek. És ez alapján kijön egy hosszú válaszsorozat, amit effektíven megszámolunk, kapnak egy értéket, és ki fog jönni, hogy a 100 elérhető pontból például az adott ország hány pontot ér el ezeknek a kérdéseknek az alapján. Visszatérve a késedre, rákérdezünk ezekre a dolgokra, a vallásszabadság területén rákérdezünk. A helyzet az, hogy ez helyi kompetencia. Ezeknek a kérdésnek az eldöntése nem EU-s és nem is globális kompetencia, ezt minden országnak joga van saját magának eldönteni, hogy mit gondol a vágásról és a körülmetélésről. Nyilván mi azt gondoljuk, hogy ezek nélkül nagyon nehezen elképzelhető jövő, zsidó jövő Európában. Ahhoz, hogy egy zsidó közösség ki tudja hozni amire a potenciáját emberileg, közösségként, és hozzá tudjon járulni a többségi társadalomhoz, ahhoz szükséges az, hogy a legalapvetőbb szabályainknak, úgy mint a körülmetés és a kosher vágás, meg tudjunk felelni. Hogyha ez elehetetlenül, akkor nagyon nehéz zsidó jövőről beszélni hosszú távon, de fontos ezt hozzátenni, hogy ez nem Európai Uniós kompetencia, erre joga van az országnak eldönteni, mit gondolnak a vágásra és a körülmetélésről, és ezt minden országnak mérlegelnie kell. Országnak van joga abba, hogy eldöntse, hogy a társadalom, a lakói, ősi szokásoknak a vallás alapjának eleget tehessen vagy sem. Eleget fognak tenni feketén. Mind a kettő olyan, ami nélkül nem létezik a vallás. Látjuk pontosan, most ez nyilván egy elég extrém, meg ez nagyon filozófiai irányba visszük. Azért hívtunk meg téged, mert ennek vagy a szakértője. Tehát az, hogy pontozzuk és megnézzük, és utána azt mondjuk, hogy ez az ország 85 pontot, ez 65, ezzel a probléma nem oldódott meg. Probléma nem tudjuk, de meg tudjuk mondani az országnak, hogy most 65 pont kaptok egy 100-as listán, szeretnétek 85 lenni? Szeretnétek 100 lenni? És mennyibe érdekli őket a pontozás eredménye? Hát ez itt a munka. Pont ezt kell érnünk, hogy érdekelje őket. És pont ezzel foglalkozunk Magyarországon is, lesz 2 hét múlva, 3 hét múlva egy konferencia, hogy bemutatjuk a pontozást, és nagyon szeretnénk bevonni döntéshozókat, hogy értékeljék, hogy ők erről mit gondolnak. Nyilvánvalóan bármelyik kormány mondhatja azt, hogy őt ezek a dolgok nem érdekli, őt nem érdekli a zsidó közösség hangja, őt nem érdekli, hogy mit gondolnak európai szinten a zsidók ezekről a kérdésekről, de hogyha akár a legkisebb mértékben is szeretne ezzel foglalkozni, mi adunk egy nagyon-nagyon objektív és szerintem nagyon barátságos eszközt, ahol megmutatjuk, hogy ezek a dolgok nagyon jól mennek, és minden országban, Magyarországon is fantasztikus dolgokat találtunk, amiben Magyarország messze menően túlszárnyalja a többi EU-s országot, és vannak olyan dolgok, ahol nem, és hogy azokon lehet javítani, és ezeket nem feltétlenül komplikált dolgok, hogy azokon javítsunk. Úgyhogy ez, hogyha egy kormánynak ezek a dolgok fontosak, akkor odafigyelnek. Ha nem fontosak, akkor meg bármit csináltunk, nem fognak odafigyelni. Szerintem ez a jelentés, az ország jelentés, ez egy nagyon felhasználó barát megközelítése a témának, mert eszközöket adunk, és konkrétan kiértékeljük, hogy ezekben a dolgokban tudtok jobban dolgozni, ezekben a dolgokban nincs mit tenni, mert már nagyon jól dolgoztok. Úgyhogy, és ez érdemes időre teljesen újra megvizsgálni. Mit ez a NOA a zsidó fiatalok nevelésért? A zsidó fiatalok, szerintem zárójelben megjegyzem, hogy a pontozásban például megszólaltatjuk őket és hangot adunk nekik. Ezért volt fontos számunkra, hogy bevonjuk az EUGS-t, a European Young Jewish Students, az Európai Zsidó Egyetemisták Hálózata. Nagyon fontos volt, hogy minden szakpolitikai ágazatban média, holokauszt emlékezet, oktatás, kulturális örökség védelme, gyűlöletbeszéd, gyűlöletbűncselekmény, mindezekben a témákban legyen az ifjúságnak hangja. És meg tudják mondani, hogy ők mit gondolnak erről, és nagyon érdekes, van erről kutatás, gondoljátok, később átküldöm, hogy melyik volt az a kutatás európai szinten, aminek az egyik eredménye, hogy bizony az antiszemitizmust a legjobban nagyon gyakran az egyetemisták érzik meg. Ami nem annyira megdöbbentő, nyilván az egyetemisták egy több száz másik fiatal együtt tanulnak, egy nyilván intellektuálisan zárt térbe, nyilván nagyon erőteljesen visszajutnak hozzájuk antiszemita hangok, de sajnos egyik legsérülékenyebb csoport jelenleg Európában, azok pont az egyetemisták. És mi például azzal szeretnénk ezen változást elérni, hogy őket is megszólaltatjuk, és az ő véleményüket is belevonjuk ezekbe a jelentésekbe, és a hosszú távú stratégiánkba,
hogy ők mit gondolnak, mi lenne a megoldás, és nélkülük nem tudunk, sem is akarunk gondolkodni. De azt kéne tisztázni, hogy megértsük, és a beszélgetést folytatni tudjuk, hogy mi is az antiszemitizmus. Hisz az én normáim szerint a zsidó állam gyűlölete egyenlő újkori antiszemitizmus. Mi az ájra definíciót követjük, ami nagyon tisztán megfogalmazza, hogy mi az antiszemitizmus, és talán pont erre jó, sok mindenre jó az ájra definíció, én azt gondolom, hogy talán pont arra jó, hogy legyen egyfajta közös alapunk arra nézve, hogy mit is tekintünk antiszemitizmusnak. Vannak újabb definíciók, vannak definíciók, amik picit másfelől közelítik meg a kérdést, de nekünk az ájra az egy nagy segítség, pontosan azért, hogy ne veszítsük szem el, hogy miről is van itt szó. És lehet, hogy nem egy jogalkotásban. A Büchler-féle definíció szerint az antiszemitizmus új formája az antiizraelizmus? Ez egy nagyon... Csak hogy tudjam, igen, hogy kivel beszélgetek. Ez egy szürke zóna. Van, ami igen, valami nem. Ez esetlenként meg kell vizsgálni. Nekünk van egy nagyon szigorú kritériumunk, hogy mi az az izrael kritika, ami eléri az antiszemitizmus szintjét. Hogyha démonizálják, az egész más, hogyha én kritizálom Izraelt, minek utána én egy kettős állampolgár vagyok, és az enyém, és szeretem, és akit szeretek, hogyne. Azt jogom is van megkritizálni. Tehát, hogyha valamelyik ember barátom, aki nem is zsidó, de látja, hogy Izraelben van egy probléma, akkor attól én még nem anti-izraelinek könyvelem elő, tehát határokon belül. Pontosan. De akkor, amikor egy egyetemen tiltakoznak az izraeli professzor előadása ellen, és nem az a baj, amit előad, és nem ahogy előad, hanem az a baj, hogy from Izrael, és abban a pillanatban bizonyos szervezetek szeretnék őt kívül látni. A BDS-szel pontosan ez a probléma egyébként. Nem az, hogy feltétlenül antiszemita, hiszen bárki bojkottálhatná, hagy nem mondjak országokat, épp elég emberjogsértő ország van a világon ahhoz, hogy legyen kit bojkottálni. A probléma az akkor kezdődik, amikor ez teljesen nyilvánvalóan egy kettős mércét alkalmaz, mondjuk Izrael szemben, tehát ott például teljesen egyértelmű, tehát önmagában azt mondja, hogy én bojkottam az országot, mert nem szeretem, mert nem értek a politikájával, ez lehet akár jogos is. Nekem is őszintén vannak olyan országok, amikben nem utazom, mert azt gondolom, hogy olyan politikai nézeteket követnek, az országok a kormányai, nem érezni magamat komfortosan. A probléma akkor van, amikor ez elmegy egy olyan irányba, amikor Izrael démonizálva van, Izrael ellen kettős mércéket alkalmaznak, és ez megáldja az, még ha önmagában nem is lenne antiszemita, ez megáldja az egy olyan légkörnek az egyetemen belül, ami viszont súlyosan antiszemita, vagy ami legitimizálhat egyértelműen antiszemita hangokat zsidó diákok felé. Ott ez már átlép egy olyan határt, amikor már nem csak bojkotról van szó, és nem csak kritikáról van szó, hanem egyértelműen gyűlöletről. Mi a véleménye a Noának arról, hogyha Izrael által ellenőrzött területeken Izrael gyárakat, munkahelyeket teremt, és az embereknek megélhetést biztosít, és a termékre az van állítva, hogy Made in Israel, ők követelik, hogy ez legyen Made in Jericho, vagy Gáza, vagy whatever. Én szerintem akkor ők nem csak a zsidóság, illetve Izrael, illetve az antiszemitizmus ellen hibáztathatók, hanem tulajdonképpen ugyanezeknek a kisebbségnek a megélhetését támadják meg. Valaki ezt megmagyarázza nekik? Elég világos a kérdés? Teljesen világos a kérdés, de tudok nekem mondani egy nagyon érdekes dolog, és ez egyébként szerintem a konferencia részvevői számára is egy érdekes tanúság, hogy amikor mi elkezdtük a Noát, akkor mi eldöntöttük, és ez több partnerszövetnek is benne van az alapokmányába, hogy egészen addig, ameddig nem egyértelmű, hogy egy Izrael téma van, mi az Európai Unió 27 tagállamára fókuszálunk, és hogy ott mi történik. Ami azt jelenti, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor meghúzunk egy határt, hogy ez a mandátumunk és a kompetenciánk, és ez nem a mandátum és nem a kompetenciánk. Nem jelenti azt, hogy nincs véleményünk róla, két zsidó három vélemény, két zsidó szervezet 500 vélemény, mi 6 szervezet vagyunk együtt, tehát gondolhatod, hogy hány vélemény van. De pontosan azért, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni, és hogy ne veszítsük a fókuszt a szemünk elől, mert van elég munkánk az Európai Unión belül is antiszemitizmus témában, ezért meghúzunk egy határt, hogy ez már nem a mandátumunk része, és ezzel mi nem tudunk foglalkozni. Hogy Büchler Tamásnak van-e véleménye? Van. De néha nagyon... De akkor győzünk. Azért győzünk, mert például tegnap az ENSZ Izrael ellenes döntést akart elfogadni, 5 ország vétózott, és 26 európai ország magyar javaslatra tartózkodott. Tehát egyre többet látjuk azt, hogy az európai országok vezetői tudomásul vették a zsidó állam létezését, és annak szükségességét, és
kezdenek leszokni arról, hogy automatikusan gombokat nyomogassanak. Ez szuper, de az európai államok vezetőnek arra is kell foglalkozniuk, hogy van egy komoly zsidó közösség az országokban, amit Izraeltől teljesen kellene is épp pedig támadásért, és lenne szükség az ő energiájukra és az ő befektetésükre arra, hogy ez ne így legyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogyha Izraelt kvázi, tehát ott meghúzunk egy határt, hogy ez az európai zsidóságról szól, bőven van tennivaló. És szerintem az de is Izrael nagyon... szerves része, hisz Izrael nem csak azok ki, a zsidók ki, akik ott élnek. A zsidó állam az minden zsidóé, hisz ugye megnézzük a hazatérési törvényt, mindenki, akinek egy vagy bármilyen üknagyapja zsidó volt, akkor nem a halaha, hanem Izrael jogrendszer szerint bármikor hazatérhet. Az semmi, de a mi esetünkben azt is fontos megnézni, hogy ez visszafelé is igaz. Tehát ami Izraelben történik, az nyilván kiad ránk európai zsidók számára is. És... igen, éppen ezért, viszont mert az a mi szerves részünk. És ma már az, hogyha valaki zsidó és nem Izraelben él, nem elítélendő, és ugyanolyan szükség van a diaszporában élő zsidó emberekre, mintha Izraelben élnének. A sok zsidó Nobel-díjas nem a Negevben túrta a földet, hanem abban az országban, ahol megszületett, portugálként, de zsidóként jutott el, ez csak egy példa, nem tudom, hogy van-e portugál zsidó Nobel-díjas. De hogyha a statisztikát megnézzük, akkor nem mind. Viszont, hogyha megnézzük a legújabb statisztikát, amivel tegnap előtt találkoztam, 193 országnak a listája, hogy mennyi pénzt költ a GDP-ből oktatásra, és ez így pontok szerint össze van téve. Szerinted a zsidó állam hányadik helyen van? Fogalmam sincs, de biztos jó. Harmadik helyen. Oh, na, valamire amire büszkének lehet lenni. Én nekem két hazám van, az egyik a harmadik helyen van, a másik meg szégyellem kimondani, hogy hányadik helyen, mert voltam az oktatás és kulturális miniszter főtanácsadója is, és én most nagyon szégyellem magam, de küzdünk azért, akár a Bönévriten keresztül is, hogy előkelőbb helyre kerüljünk. És akkor térjünk vissza a témádra, de muszáj igen. ezeket a kis kitérőket igen, tenni, abszolút. Hogy ne aludjanak el a mi igen, konferencián résztvevői. És én abszolút azt gondolom egyébként, és ez nyilván közszeje a konferencián résztvevői számára, hogy kol Izrael erre vímzel ezzel, mindannyian felelősek vagyunk a többi zsidó, hogy hol él, Izraelben él, diaszporában él, Európai Unióban él, és éppen ezért nyilván meghúzni egy ilyen határt, hogy ez a mi kompetenciánk, és ez a, erre van mandátumunk, és erre nincs, ez nyilván egy eléggé önkényes lépés, de néha lehetünk önkényesek, és néha az a hatékonyság kedvéért muszáj. Mennyire érzed azt, hogy a NOAA-nak létjogosultsága van? Milyen eredményeket értetek el azóta, mióta léteztek? Szerintem... rajtatok kívül kivesztiteket komolyan. Nagyon jó kérdés. Kormányok komolyan vesznek minket, az Európai Unió komolyan vesz minket, az Európai Unió bizottsága komolyan vesz minket, hallgatnak ránk, figyelnek ránk, kérdeznek, jelentünk nekik, és több olyan projekt született már, amit a NOAA-n keresztül lett létrehozva. Van egy projekt a projekten belül, ahol tanárokat képzünk, akikre azt reméljük, hogy átadnék egy olyan módszertant, amivel tudnak antiszemitizmusról beszélni a formális oktatási rendszerben, vagy azon túl, ott több száz diákhoz eljutottunk már, akik amúgy soha nem beszéltek volna erről a témáról, több EU-s országon belül. Foglalkozunk sportolókkal, sportklubokkal, ott is próbálunk módszertant átadni, hogy hogyan lehet antiszemitizmusról úgy beszélni, hogy aznak legyen hatása. Hát, hogyha kapnak egy gólt, akkor erről ne a zsidók jussanak eszükbe. Pontosan, igen, röviden. Illetve, hogy most volt egy pár hete Frankfurtban egy képzésünk, közösen a zsidó világkongresszussal, pont arról beszéltünk, hogy hogyan lehet a fiatalokat, a tinédzsereket a lelátókon úgy képezni, hogy ne legyen gyűlöletbeszéd. A másik, amit mondani akarok, hogy pont ezek a jelentések, amikről azt gondolná talán sokan a közönségben is, hogy hát ez csak egy intellektuális gyakorlat, és egy újabb jelentés, sajtpapír, senki nem olvassa. Nem. Tehát mi pont azért verjük az asztalt különböző helyeken, hivatalokban, minisztériumokban, miniszterelnököknél, hogy,
hogy ez nem csak egy jelentés, amit érdemes olvasni, hogy ez rossz, ez jó, hanem hogy itt lehet változásokat létrehozni, vannak jó gyakorlatok európai szinten, lehet követni, egyébként Magyarország is több témában jó gyakorlatnak számít, és ezeket meg lehet osztani egymással, és ha tényleg van akarat, mert most feltételezzük, hogy van akarat, hogy kevesebb legyen a gyűlölet a zsidóság ellen az adott országban, akkor arra vannak, mondom, viszonylag könnyen elérhető jogalkotási vagy jogalkotáson túli módszerek. És ebben azt gondolom, hogy vannak eredményeink, és nem hagyjuk abba a munkát, ameddig nem lesznek. V4-es kongresszusi résztvevők, V4 plusz. Reméljük, hogy hamarosan lesz ebből még V8 is, minden esetre. A legfontosabb az, hogy sikerült bemutatni egy szervezet fiatal vezetőjét. Sikerült fölébreszteni önöket, hamupukőke álmukból, amikor azt mondják, hogy nem kell ezzel foglalkozni, mert ez csak még jobban gyűlöletet kell, nem, mindenről beszélni kell. Itt van példának Magyarország, ahol van zéró tolerancia, mégis beszélünk róla. Hamarosan az Európai Unión belül minden ország ki fogja dolgozni azt, hogy kell az antiszemitizmus ellen küzdeni. Magyarországnak is ki kell dolgozni, annak ellenére, hogy itt van zéró tolerancia, és nem véletlenül itt rendeztük meg most már sokadszorra a konferenciát mi nálunk Budapesten, a magyar fővárosban. Meg az sem véletlen, hogyha Budapest belvárosába sétálnak, akkor látnak neológ zsidókat, ortodox zsidókat, a zsidóság minden fajtáját, és nem véletlenül nem Rómába, Párizsba vagy Brüsszelbe mennek egy hosszú weekendre, egy jó sabatra, hanem talán a magyar fővárosba. Ez persze nem jelenti azt, hogy embereknek nincsenek előítéletei, de hogyha sokat oktatás folyamán megtanulják, hogy mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők, én szoktam mondani, hogy sőt, meg tudják mit? Az egész konferenciának értelme volt, hogyha önök is egy picit olyanok lesznek, mint én. Tudják, az mit jelent? Büszke magyar izraeli zsidónak lenni. Tehát büszke lenni arra, ha cigány vagyok, akkor cigány vagyok, ha homoszexuális vagyok, akkor elfogadni először is önmagamat. Természetesen a hálószobát nem kell kivinni az Andrássy útra, mert nem oda tartozik. Ha cigány vagyok, akkor bizonyítsam be, hogy igenis olyan vagyok, ha csak nem több is, mint mások. Tehát büszkének lenni, és megpróbálni picit jó embernek lenni, és ha minden sikerül, akkor az utódainknak biztos, hogy fog sikerülni. Ezzel a konferencia mai részét Bügler Tamással, ez pedig egy jó héber szó gyökere is lehetne, a Noah, annál is inkább, mert emlékeznek rá, konferenciánk előtt való két hete éppen a Noah heti szakaszról van szó, ami Noé bárkája is, de Noé, Noah, ez mind ugyanaz, szóval bízunk benne, hogy önök is mind büszke emberek, és a szomszéddal is elhitetik, és rávezetik, hogy ő is legyen büszke ember, és ez mind a ragály fog terjedni, és rá fogunk jönni, hogy mindannyian az örökkévaló teremtményei vagyunk. Van, aki jobban sikerült, van, aki kisebb, van, aki magasabb, van, aki szebb, de mindannyian okosak vagyunk, és erről győzzük meg a gyerekeinket is, mert akkor a következő generáció még okosabb lesz. Köszönöm, hogy ezen a szekción is itt voltak. Köszönöm neked, hogy eljöttél. Köszönöm messzi földről. És most akkor, búcsúzóul, megint meghallgatjuk az én kedvenc himnuszomat, Nabucco a szabadság áriája, és utána folytatjuk a konferenciát tovább. Tartsanak velünk!